Csíztú Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Cisztus Zsuzsa kérdezi. A pályafutáson forgott le ez alatt a 10 másodperc alatt, és bevillantak olyan képek gyerekkoromból mindenhonnan. Nem mindig az számít, hogy, hogy milyen színű az érem, vagy hogy mi az eredmény. azt számít, hogy mi van emögött. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen. Szeretettel köszöntöm a Csisztú Sportcast nézőit. Kudarc vagy siker egy olimpiai ezüstérem? Jó, persze álságos a kérdés, hiszen óriási siker, nekem legyen mondva bármikor, de tegyük a szívünkre a kezünket, mi sportújságírók és önök kedves nézők, nem úgy tekintünk egy gyakran egy olimpiai ezüstéremre, hogy ez valójában egy elveszített arany. Nos, a mai műsorban olyan vendégeket hívtam, olyan sportoló kitűnőségeket, akik megtanítottak és megtanítanak minket arra a saját szereplésük nyomán, hogy hogyan kell és hogyan lehet örülni egy olimpiai ezüstéremnek, ahogy ők ilyen eufórikusan örültek a sajátjuknak a Tokiói olimpián. Lássuk a mai vendégeket, tartsanak velem! Eljön hozzám Csipes Tamara, korunk egyik legnagyobb női kajakos alakja, a kétszeres olimpiai világ és Európa bajnok magyar kajakozó, aki eufórikus örömmel zárta a női kajak egyes 500 méteres döntőjét ezüstérmesként, mivel legyőzte legnagyobb magyar riválisát, Kozák Danutát. Csatlakozik hozzánk Berec Zsombor, aki olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok magyar vitorlázó, és aki minden idők legeredményesebb magyar olimpiai vitorlázója lett a Tokiói olimpián. És velünk tart a mai műsorban Rasovski Kristóf olimpiai ezüstérmes világbajnok, kétszeres Európa bajnok, nyílt vízi úszó, aki 10 kilométeren az olimpia egyik legboldogabb ezüstérmeseként szállt ki a vízből Tokióban. Szeretettel köszöntöm a nézőket itt a Csisztus Podcastban és a vendégeimet is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásomat, mert hogy most azokról az ezüstérmesekről fogunk beszélgetni, akik igazán Tudnak örülni az ezüstnek, és talán minket is megtanítanak. Úgyhogy tamara azért nézek rád, mert itt ebben a csapatban te olyan vagy, aki úgy ezüstérmes az olimpia, hogy azért arany is van neki kettő, tehát nyilván egy picit más a perspektíva, de amikor az ezüstérmedet fogod, az egyéni ezüstödet, akkor annak a súlya, jelentősége a te életedben, az, az hol van most, per pillanat? Um, hát szerintem nem olyan nagy titok, hogyha azt mondom, hogy az egyik legfontosabb érmem, ha nem a legfontosabb, Um, nem, nem mindig az számít, hogy, hogy milyen színű az érem, vagy hogy mi az eredmény, hanem sokkal inkább, legalábbis nekem az számít, hogy mi van e mögött, milyen munka, illetve um, milyen teljesítmény. Akkor éppen ezért, mert hogy ez a teljesítmény, Igen. ami e mögött van, ez talán az egyik, egyik legesleg, hogy mondjam szívedhez közel álló, vagy a legtöbb, és, és igen, én ezen nagyon sokat dolgoztam, és nekem ez egy álmom volt. Nem feltétlenül az volt az álmom, hogy nyilván, hogy olimpiai bajnok legyek egyesbe, de hogy nekem az volt az első leges és legfontosabb célom, hogy, hogy én egyéniben meg tudjam mutatni azt, hogy én mit tudok, és nekem ez sikerült, úgyhogy Abszolút. Akár mindenki... színű ez nekem sikerült, úgyhogy én ennek örülök. Itt még meg arra, hogy esetleg van -e ennek valami egyéb vetülete is, amiért ez ilyen nagyon fontos. Zsombor, viszont te, amikor hazajöttél az olimpiáról, akkor úgy vitted, vagy vihetted tulajdonképpen a balatoni vitorlás közegbe, vitorlázók közé ezt az érmát, hogy ott még ilyet nem láttak, hiszen ugye a magyar vitorlázó sportban ez a legmagasabb és legértékesebb helyezés, mióta, mióta ez a műfaj létezik. Örömmel adtad ki a kezedből, vagy úgy vagy hogy, hogy érzel ilánta? Hát, pff, igazából én nem nagyon ragaszkodom el ezekhez a, a materiális dolgokhoz uh -huh. egyáltalán. Uh -huh. Tehát például az első világbajnoki érmemet is az edzőmnek adtam egyből a futam után. Wow, hát nagyon nagy lelkű dolog. Úgyhogy igazából a nekem a történet, ami mögötte van, az jobban számít, mint maga az érem. Jó, de hát azért, azért hogy mégis az, az, az valamilyen lenyomata nyilvánvalóan annak az addig megtett útnak, nem? Nyilvánvaló, de ez igazából nekem mint mondtam, nem nagyon ragaszkodom hozzá. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül van például a klubomban is, a vitrinben, Tehát én úgy gondolom, hogy esetleg ez a következő generációnak, hogyha benéznek és látják, uh -huh. hogy hogy mit lehet elérni, akkor, akkor nekik lehet motiváció. Világos. És milyen volt egyébként a fogadtatás? Hiszen te tulajdonképpen valóban oda, oda mentél haza, tényleg a Balatoni környezetben, amikor megérkeztél ünnepelni. Hát életem egyik legnagyobb bulia volt. E, rengeteg ember volt, rengeteg vitorlázó, és mindenki tényleg, ami nagyon jó érzés volt, mindenki magáinak érezte egy kicsit ezt az érmet, és én meg itt nyilvánvalóan örömmel adtam nekik oda. Ha valaki, mert sokan féltették, hogy esetleg elveszik az érmet. Jogos azért, szerintem. Én úgy gondolom, hogy akinek ez jobban kell, mint a gyerekeknek, akkor egészségére. Ha, értem, jó, tehát akkor valóban nem, nem effektív, ez a gyönyörű egyébként tényleg nagyon szép és nagyon súlyos, mondjuk egy materiális medália fontos, hanem nyilván minden, minden, amit ez jelent ilyen szempontból. Buli? Nálatok is volt, Kristó? Hát mikor hazajöttünk, akkor, akkor én meg voltam több ilyen úgymond olimpiai afterre, uh -huh. aztán még egyik sem az én bulim volt, úgyhogy, úgyhogy én, én otthon töltöttem így a, az olimpia után azokat a napokat. De ez előre kiderült, hogy ez nem a te bulid lesz, vagy ott derült ki, hogy na ez nem az én helyem is? Nem, nyilván hívtak a, a szervezők, és aztán én, én úgy voltam vele, hogy a, az első napokat így, hogy durván másfél hét után hazajöttem az olimpiáról, én úgy voltam vele, hogy én azt otthon szeretném tölteni, és és, és nem egy egy szórakozó helyen. Aha. Jó, tulajdonképpen végül is az, az örömérzet, amit inkább a családod körében éltél át, az, az hozta meg ezt a, azt a fajta feloldozást, vagy ezt az eufóriát, ami nyilvánvalóan a munkában addig benne volt? Egy, egyértelműen, egyértelműen. Tehát én, én, én úgy voltam vele, hogy, hogy szeretném ezt a, a, az elért sikert kielvezni a családommal, a szüleimmel, és, 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 és nem pedig elvonulni, és aztán ünnepeltetni magam külön. Van miért, ha, miért ne? Hát egyébként jogos lenne az is. Igen, de, de úgy gondoltam, hogy, hogy először ezt mindenképp velük uh -huh. szeretném megélni, nyilván rengeteget tettek ők bele ebbe a, a sikerbe, ugyanúgy, ahogy, ahogy én is, és, és úgy gondoltam, hogy ez ez valahogy kijár nekik, hogy, hogy velük ünnepeljen meg először. Abszolút, hát nem fogom elfelejteni, amikor a bokcsánokba megérkeztetek hullafáradtan, és ugye Olivia ott tekerget a lábad körül, és mondhat, hogy semmi más, nem vágytál, már csak egy ölelésre is, hogy menjetek. Szóval hogy egy, egy ilyen olimpiai hazaérkezés, mert ugye nyilván emlékszel a rio is, azért miben más? Hát pont ugyanolyan volt, mint a Rio-i szerintem. Mert, <laughs> igen. Um, nem tudom. Nem, mivel ugyanúgy érkeztünk, én számítottam rá, hogy itt ilyen nagy felhajtás lesz, és még egy jó pár óra, mire hazaérhetek. Um, de ez ezzel jár. Tehát te abban azért jelentős különbség volt, hogy a kicsi lányod ott várt téged erre. Hát, ja, igen, 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 az úgy más volt, csak úgy maga a körítés Lányos. az ugyanaz volt Aha. egyébként. De igen, de hát végülis úgy mond most az idézőjelesen, de de a lényeg az, hogy a családom vár. Most függetlenül attól, hogy akkor még nem volt a lányom, a, ugyanúgy a családom hát, várt persze. ott. Úgyhogy az, az azért nagyon jó pillanat, amikor végre élőben is, személyesen is megoszthatod Igen, az örömedet. Mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb, és erre utaltál már egyébként egy másik beszélgetésben, hogy, hogy ugye abban a két hétben is, amíg az ember ott van, akkor még hazatelefonálni is, meg, meg a kislányoddal beszélgetni, és viszonylag leredukált, rövid, talán ha kétszer. Igen. Hát én pont két hetet voltam kint, és szerintem ez alatt, hát szerintem kétszer, két. ha beszéltünk uh, facetime-on, mert észrevettem, hogy az nekem se jó utána meg, neki se, mert így, hogyha, persze folyamatosan értekeztem a nagyszülőkkel, hogy mi a helyzet, megkaptam képeket, de, de nem beszéltem vele úgy túlzottan sokat, mert ki zökkenti őt is, hogy hol van anya, engem meg abból, hogy mi a feladatom. Igen, mert most, ha mégis belegondolok abba, és ugye már Krisztóf azért utalt erre, hogy végül is, hogy ez egyik, egyik legnagyobb áldozat sok-sok mellett az, amit az ember, hát hogy mondja, mesterségesen a családjától elszakítva kell, hogy töltsön ugye itt a felkészülések alatt, és hát azért ebből nálatok is volt bőven, nem zsombor, ugye két kicsi gyerekkel a háttérben, nyilván a családoddal, tehát nem tudom, hogy ilyen szempontból az ember nyilván pótolni, visszaadni azokat az éveket nem tudja, de hogy most így, így rohanvás próbálja ezeket behozni? Nem, nem, nem. Egyáltalán nem. Azért nyilvánvalóan szerintem egy anyának ez nehezebb. Tehát főleg, amikor kicsi a gyerek, egy-két éves, tehát sokkal jobban ragaszkodik az édesanyjához, tőle kapja a táplálékát, ő neveli, igazából ő van vele sokat. Ő nem az alszik ő, mellette két évig pontosan. például, ugye? Tehát, <laughs> és hogy nekem ez ugye alapvetően tényleg minden évben nagyon sokat voltam távol, ez az utóbbi időre be lett nehezebb, meg főleg ez a plusz egy év, amikor már kezdenek értelmesedni a gyerekek, értik, hogy mi történik körülöttük, jobban megismerik a apát, rájönnek, hogy ő is jó fej, nem csak anya. <gül> <gül> és és, akkor... és egyáltalán van, tehát, hogy itt van körülöttünk. Így van, igen. így van. Tehát ez a vége felé volt igazán nehéz. Hát nyilvánvalóan mondanom se kell, hogy a feleségemnek ez mekkora, mert nem, nem is tehernek hívnám, de hogy mekkora felelősség volt az, hogy ő egyedül nevelte végül is a, a, gyerekeinket, és egész épkézlábak lettek, úgyhogy elég jó munkát végzett. Igen, azt látom, mondani, ahogy így hallottam meg, egy, egy pár fotont uh, ugye láttam rólatok családként. Kristóf, ugye beszéltünk mi már korábban az olimpia előtt is, és nagyon örülök, hogy most, most úgy vagy itt, hogy az, az, a vágy, amiért ugye kiutaztál és elhangzott a beszélgetésünk végén, hogy éremmel szeretnél Tokióból hazajönni egy gyönyörű ezüstben öltött testet. De egy kicsit akkor, akkor ha visszagondolunk, uh, uh, még, a múltba, a döntésre, a nyílt vízre, hogy azt is beszéltük, hogy igazából már mindenhol, minden érmed volt, és, és az olimpiai az hiányzott a tarsolyból, akkor azt lehet mondani, hogy az a szisztematikus, építkező munka, ami az ezüstig vezetett, az, az tökéletesen megérte? Igen. Hát igazából erre a legrövidebb és tömörebb válasz, ez az, 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 az igen, mert, mert tényleg nem tudok úgy visszagondolni az egész Riói olimpiától 2016-os évtől, amikor, amikor eldöntöttük, hogy a következő olimpiára nyílt vízre készülünk, és ott szeretnénk ott lenni az olimpián, és, és megmutatni, hogy, hogy, hogy mi van bennem, abból, abból, abból az öt évből minden egyes másodperc az, az, az megtérült, és, és, megmutatta azt, hogy minden egyes másodperc, amit én ebbe beletettem, az megérte. Igen, és hát nagy valószínűséggel azon a napon, azon a napon annyi is volt, ugye? Tehát annyi volt benned. Én úgy érzem, hogy azon a napon az volt a, a maximum, és, és lehet, hogy ha a egy nappal korábban, vagy egy nappal később, akkor is ez lett volna a maximum. De, de, lehet, hogy máshogy alakult volna a verseny, de, de én nem hiszem, hogy, hogy itt nagyon nagy különbségek lettek volna attól függően, hogy, hogy mikor és hogyan van ez a verseny megtartva. Igen, arra szeretném, hogy picit most kitérnék mind a hármatoknál, hogy tulajdonképpen ugye hogy jut el az ember élete egyik legfontosabb versenyén ugye addig a pillanatig, hogy végül célba ér, és, és, megvan az ezüst, ezüst, ezüst minden esetben. Tami, olyan, olyan tekintetben azt hiszem, hogy talán te vagy az egyik, aki a legnagyobb utat jártad be onnantól kezdve, hogy, hogy ezért ez nehéz volt ez a bizonyítás, hogy, hogy nem csak egy nagynevű nevű kajakos lánya vagy, ugye nem csak arról van itt szó, hogy te is ott vagy a csapatban. Először picit azt gondolom, hogy egykori távozásod oka is az volt, hogy valahogy nem voltál a helyeden. Aztán amikor visszajöttél, akkor helyet kellett szólítani magadnak a csapatban. De mindig ott volt valahol az a bizonyítási igény, hogy te, te egyéniben is, tehát te az egyes számokban is ott lennél. És én valahogy úgy látom, de javicska rosszul gondolom, hogy ez, talán későn érő típus vagy, talán ehhez évek kellettek, talán lehet, hogy az anyaság is hozzátett, de ez mostanra állt össze. Ö, igen, igen. Mostan állt össze. Ö, hát nehéz úgy felnőni, hogy, hogy mindkét szülő egy jeles sportoló, és Bizony. te is sportoló Előző vagy, és, és, és szerintem ez, ez bármilyen, bármilyen szakmában, akár a színészi szakmában, akár máshol, hogyha a szülő azt az ut ha a gyerek azt az utat választja, amiben a szüle jó volt, és nekem ráadásul apu olimpiai bajnok, úgyhogy de egyszerűen, egyszerűen tudatalat, vagy nem tudatalat, vagy a körülötted lévőknek tényleg azt éreztem, és most én szerintem nem éreztem rosszul, de hogy, hogy a minimum az egy olimpiai arany. És azért úgy... Az egy, egy elég aprócska kis terhecske, az ember igen, úgy hogy ez nem, nem, ugyanaz, mint amikor megkérdezik a gyereket, hogy ja, és mi szeretnél lenni, ha, vagy mi a, mi, miről álmodsz majd, ha nagy leszel, és akkor jó, ja, hát olimpiai bajnok szeretnék lenni. Hát igen, azt szeretnék, de amúgy egyébként én nekem soha nem volt ez a válaszom, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, mert, mert tudtam, hogy amúgy Amúgy nem kajakoznék, mert az, az a minimum, hogy az legyek. <laughs> És um, hát nagyon sokat gondolkoztam, főleg amióta uh, megszületett a lányom ezen. Um, mert nyilván, amikor ott abban a szituációban van az ember, akkor főleg, főleg gyerekként, tiniként, ráadásul én elég nehéz eset voltam tiniként, um, hogy, hogy akkor, akkor nincs rálátása de később, főleg amikor, amikor um, felnő a feladathoz és visszagondol az életére, akkor, akkor azért így leesik, hogy ó, uh, hát igen, itt és itt és itt voltak azok a bőkenők, és um, lehet, hogy máshogy kellett volna nekem vagy másoknak kezelni. Uh, úgyhogy valószínűleg azért tartott ez tovább, mint kellett volna, nem tudom. Igazából a lényeg az, hogy, hogy sikerült. Bekövetkezett. Igen, igen. igen. És um, igen, kicsit hoztabb volt, mint ahogy amúgy tervezték, mert amúgy én nem terveztem se, csak csak tudtam azt, hogy hogy én ezt csinálom, és hogyha, hogyha tényleg magamért csinálom, és én saját magam beleadom a szívemet, lelkemet, és nem azért, mert ő is ő azt mondta, akkor sikerülni fog, és ez, és ez most jött uh -huh. el. Zsomor, azért nálad én úgy érzékelem, hogy azért azon túl menő, hogy magadért csináltad nyilvánvalóan. Azért neked egy kicsit így, hogy mondjam, milyen sportági küldetésed is volt, tehát, hogy, vagy kellett, hogy legyen, hiszen végül is azt gondolom, hogy bár nagyon sok mindenben magadra maradtál, nagyon sok mindent ugye neked, az edződnek, a te általad a csapatnak kellett kimunkálni, megszervezni, megoldani, finanszírozni és a többi, de azért évek óta ugye úgy figyelt rád tulajdonképpen gyakorlatilag az egész vitorlásport, hogy hogy úristen, itt, itt a potenciális olimpiai ére hiszen már világbajnok voltál, kétszeres Európa-bajnok voltál, és ezt terhet, nyilván te magad is saját magadra helyezted, úgy, hogy tudtuk, hogy ezen az olimpiában utoljára az a versenyszám, amiben te is vagy. Azért ezek úgy szép amit az ember úgy visz magával. Igen, de azt nem mondanám, hogy magamért csinálnám, ez elég nagy önzőség. Szerintem olyan 19-20 éves kor, amíg csináltam magamért. Uh -huh. De emlékszem az első olimpiámon, amikor kint voltunk Pekingbe, és végignéztem a ki akkor döntöttem el, hogy, hogy én addig szeretném ezt csinálni, ameddig nekem lesz egy ilyen érme. És akkor nyilvánvalóan mindenki azért nem no. nézett teljesen normálisnak. Mondd ki, nyugodtan, hogy mire gondolsz. De hála az Istennek, mindig találtam olyan embert, aki, aki hit bennem és, és támogatott. És azért mondom, hogy önzőség, azt mondani, hogy magamért csináltam, mert egy idő után azokért az emberekért is csináltam, akik támogattak. Csináltam a családomért, csináltam az edzőmért, csináltam a szponzoraimért, csináltam az egész vitallás mert ők is azért adták. Tehát nagyon hiányzott már hosszú évek voltak, hogy, legyen egy újabb érmünk az olimpián. És hát nyilvánvalóan azért ez nem volt rövid út, onnan, hogy gigondoltam, hogy ezt szeretném, addig kellett várnom 13 évet. És a nehézség ennek az én utamnak az, hogy, hogy, előtte, igazán előttem nem volt példa a vitorlázáson belül, mert vagy nem adódott lehetőség, hogy végig az életüket, nem volt olyan anyagi eh, szintén lehetőségük, hogy ezt meg támogassa valaki. És nekem mindig valahogy szerencsése jöttek ki a dolgok, és amellett, hogy tényleg rengeteg hibát követtem el, meg a, tényleg az összes, összes rosszat elkövettem, mind felkészülésben, mind maga no. mind fegyelmezettségben. Nem de, van. de úgy gondolom, hogy, hogy ez mind kellett ahhoz, hogy hogy most, amikor amikor tényleg esélyem volt, és tényleg megérettem rá, kellett hozzá, hogy tudjak teljesíteni most. Úgyhogy... Szóval, hogyha, hogyha azokat a hibákat valamilyen utomodon nem követed el, hamarabb jött volna, vagy lehet, hogy nem is jött volna mindez, vagy nem állt össze volna? Én nem úgy gondolom, az... hogy nem jött volna. Uh -huh. És egyik rossz döntésemet se cserélném le, hogyha visszamehetnék. <laughs> ennek így kellett lennie. Ez érdekes, érdekes, hogy azért ezek a buktatók, azért ezek úgy tűnik, hogy akkor ezek részei az egésznek, nem? Abból tanul az ember a legjobban a hibákból. Ha valamit uh -huh. jól csinál, akkor nem tudja, hogy hova menjen. Uh -huh. Hibák a legkönnyebbek. Érdekes. Kristóf, nem gondolnám, hogy te egy ilyen hibázós típus vagy valahogy, azt gondolnám, hogy te egy ilyen, ilyen, precíz, precíz fiú vagy sok szempontból. De abban mindenképpen ez az olimpia most más volt, ugye azt beszéltük a világ versenyekre ért és aranyaithoz képest, hogy most csak egy számon, viszont a 10 kilométeren kellett odatani tenni Tehát ebben azért ez egy új, új életérzés volt, nem? És nem tudom, hogy az hozta, amit előtte vártál, hiszen erről beszélgettünk, hogy ez most neked is egy új challenge lesz, hogy nincs előtte 5 kilométer, nincs majd utána 25, hanem a 10 van, de ott azt, azt az egy napot kell jól meglőni. Igen, kicsit olyan volt, mint a, mint a, világkupa versenyek, hogy, hogy nincsen más az az egy szám van, azon az egy napon, és, és ott kell, kellett igazán jól teljesíteni. Uh, nyilván ez most nekem volt talán a, a legnagyobb előny a többiekkel szemben, hogy, hogy, most nem három számra, nem két számra kellett uh, koncentrálni, hanem, hanem nekem volt az az egy lehetőségem, ami talán valamikor előny, valamikor lehet akár hátrány is belőle, hogy, hogy egy számom volt, ott kellett uh, kihozni a maximumot, de, de annyi, annyi, annyi világkupa volt már mögöttem és mögöttünk a, az edzőmmel, hogy igazából ez, ez így, így jött, hogy egy szám van azon az egy napon, ott aznap reggel azt kell megcsinálni. ne meghozzá, meghozzá nem is akár, hogy mert azért gondoljunk arra vissza, hogy bár a közvetítési képeken nagyon jól nézett ki ott az öböl képe, de hogy azért ez, ez a víz, ez extrém módon meleg volt, ugye? Piszkos is volt, ahogy hallottam, hogy azért az sem volt igazából nagyon szívderítő. Elkészültetek? Azt tudom, hogy hévízen gyakoroltál, de hát Készültünk, nyilván hallottuk azt is, hogy, hogy milyen körülmények vannak, tudtuk, hogy meleg lesz a víz, úgyhogy pont emiatt volt ugye ez a hévízi készülés is, hogy, hogy ez minél jobban szoktassuk a szervezetemet, meg, meg fejben magamat, mert én kifejezetten nem szeretem a a melegvízű versenyeket. És most hány fokba kellett ezt a 10 egy órával a rajt előtt mértek 29,5 fokot, szóval a rajtra már valószínűleg 30 volt, és utána az csak ment, csak ment, ment följebb. Úgy, úgyhogy úgyhogy ott kellett term teljesíteni. Dolog de, de, de utólag belegondolva, azaz, az az öt hét, amit Hévízen megcsináltunk, a heti legalább egy, egy ott-kinti úszással, az, az megérte, pedig nagyon szenvedtem, és, és ki nem állhattam, hogy megint Hévízre kell menni úgyhogy... Más lábat áztatni, megy hívízre, és alig várja, hogy mert... Igen, igen és ráadásul, ráadásul mindig volt, ugye nyitás előtt voltunk, tehát még ez a korai kelés is benne volt, és, és mondták is, hogy hát úgy 20 percnél többet nem javallott benne lenni, főleg nem úszni, én meg, én meg másfél-két órát úsztam ott, de, de, de készültünk pont ezért erre, mert tudtuk, hogy milyen körülmények lesznek, és az, hogy, az, hogy koszos volt a víz, igazából ezzel nem akartunk különösebben foglalkozni, nyilván próbálta az ember védeni magát, hogy minden kevesebbet legyen benne, de, de a versenyen meg muszáj belemenni. És, és ez ott, az ember, és ott az ember nem gondolkodik azon, hogy mi van a vízben, hanem, hanem úgy van vele, hogy csinálja ezt a maximum, holnap majd egy kicsit rosszabbul érzi magát. Igen, igen és hát így van, tehát ott az a pillanat, akkor, akkor azt mondod, hogy oké, most, most mindent bele, bele, teszek, és feláldozok az a lehető legjobb jön ki. És pont ez érdekelne engem, uh, Tami, hogy amikor, amikor erre az egyesre odaálltál, akkor uh, ugye a volt még ebben a döntőben, és azt gondolom, hogy amikor te beértél a célba, nem csak ez az ezüst Érem, és ezt el is mondtad, és ezt nagyon becsüllek, ezért te ezeket a dolgokat nem nagyon írott körül, hanem így pacekba belemondtad, hogy, hogy neked az egyik legnagyobb dolog az az volt, hogy kozák Danutát legyőzted. Ö, igen, ezt minden negatív hozadék nélkül azért hozzáteszem, mert, mert próbálták ki kiforgatni, de hogy Dana az egy világklasszis kajakos és uh, csak két évvel idősebb nálam, úgyhogy együtt nőttünk föl, ifikorunk óta együtt versenyzünk, és hát nem sikerült még, de bocsánat, egy darab uh, valami tájékoztatóversenyen egyszer megvártam, amire ő nem is készült, szóval um, úgy odállsz, hogy, hogy jó, azt tudod, hogy ő biztos jobb nálad. Mert biztos jobb. Mert hogy eddig ez volt Mert a hogy eddig, szabály. 21 év alatt egyszer se voltál jobb, uh, még amikor négy évig együtt edzettünk, még az edzésen sem. És akkor számos, hogy jó, biztos jobb, de hát megpróbálni most legyet jobb lenni. Ez egy igen, fejben nő minden szerintem, az, mert fizikálisan nyilván úgy néz ki, hogy... Uh, a maximumot, van, igen, Persze. a legjobb állapotodban, és az, hogy, hogy mentálisan te hogy vagy, az már, az már tényleg olyan okom múlik, hogy nyilván arra is föl lehet készülni, de, de, de igen, hogy, hogy ez ne vigyen el, hogy, hogy ott, ráadásul egymás mellett mentünk, redes a dalat rajtolt. úgyhogy... <laughs> 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 igen. Mikor érzékelted, hogy, hogy, egyrészt előrébb vagy, mint ő, illetve nem tudom, hogy van az embernek ilyenkor arra lehetőség, hogy kinézze, hát, hogy a Liza már nagyon, nagyon Ö, Nem, hát nem, nem néz előtt. körülbelül így egy-egy pályát, hogyha nagyon előtted van valaki, akkor kettő. De akkor azért már látsz. baj van, ha előtted van valaki? Hát igen, de mondjuk például a Lizát azt így nagyjából láttam, de például a, a az Emmát, őt például egyáltalán nem láttam, és ugye ő is favoritja volt a számnak, tehát ő is mindig egy-háromban van, Rioban második volt, például őt egyáltalán nem láttam, szóval nem tudtam vele számolni, de nyilván igen érzi az ember, hogy, hogy, hol tart, és hogy mennyi van még benne, és ezek, jó, hát ezek ilyen a pillanat részei, hogy mondjuk mennyivel vagyok a danálőtt, előtt, és hogy ő azt fel tudja hozni, hogyha én ezt, ezt tudom tovább tartani. Tehát ez egy ilyen kis matekot elvégzel a fejedben. <laughs> um, és akkor úgy, úgy próbálsz hát, taktikázni, nem sok taktikai lehetőség van egy 500 méteren, de azért, azért annyi van, hogy, hogy ezeket így, így tudjad, neked hát a rutin és az évek. <laughs> rutin és az évek, hogy mondom És a célba érés után a, a, fáradtság, az örömérzet, egyszerűen a fizikai kimerültség, tehát mi az, ami könnyeket csal az ember szemébe? Nekem speciál ott, ott nem akart, én, én igazából ott az, hogy nem hiszem el, hogy ez most sikerült, tehát hogy ott nem érez se, tehát, olyan adrenalin van benned, meg olyan eufória, hogy ott nem azon gondolkodsz, hogy fú, de elfáradtam, most nyilván egy edzésen megyünk egy pályát, ott az az első, hogy Úristen, de itt de versenyen nem, versenyen beérsz, és így körülnézel, és így mi van, nem hiszem el. Hogyha, persze, jó. Ha meg rossz szeretnének, ja, akkor, azt nem azért. hiszed el. De, de igen, ott, ott, ott nem, ott csak, csak azon gondolkodsz, hogy Úristen, ez, nem, ez tényleg sikerült. És hogy tulajdonképpen az, hogy megérte. És igazából az az, a, az a érzelem áradat, az az, 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 az jön ki. Annak amit, szóra. nem tudsz, amit nem tudsz visszatartani, az van, hogy, hogy, úgy jön ki, hogy elsírod magad, és nem, egyszerűen nem, nem, tudod ezt így, így kordába tartani többet, amit mondjuk a felkészülés a annyiszor mondjuk lenyeltél a, a, a fáradtságot, a, nélk, a lemondást, a izét, vagy a, akármit, ami, ami neked nehézséget okoz, akkor az ott kijön abszolút. Neki de ki, is kell jönni. De hát nálad is zsomor abszolút, hogy micsoda megfeszített nap volt az az utolsó, ugye, amit végül is ugye azért a futamot meg is nyerte, de ott is egy pillanat el kellett jöjjön, ugye a, a végül is az utolsó ö, ö, szakaszban, amikor el kellett jönned, jönned, arra, hogy itt az ezüst érem, ugye? Tehát, hogy azért, azért, azért kell küzdeni, hogy az meglegyen. Ez igen. a felismerés, ez, ott, milyen? Tehát mennyire hasít az ember? Hát eléggé jól leírta az a, azért a... <laughs> Nagyjából tényleg, tehát hát nem nagyon gondolkodsz. Én igazából úgy tudnám megfogalmazni, pont tegnap kérdezték meg tőlem, és az Isten nem tudom, hogy visszahozni ugyanazt az érzést, ami ott volt, mert, mert ez tényleg csak egyszer-kétszer adatik meg az ember életéből, hogy, hogy ilyen van, de, de ott én, én, úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy talán mindenki mondja, akinek volt esetleg már ilyen halálközeli élménye, hogy lepörgött egy tized másodperc alatt az élete. És én meg pont azt éreztem, hogy amikor befutottam és realizálódott bennem, hogy mi történt, akkor a, a pályafutáson forgott le ez alatt a tized másodperc alatt, és bevillantak olyan képek gyerekkoromból mindenhonnan, amit így tényleg nem tudok visszajönni, kicsit libabőrös is lettem, de hogy az tényleg ott a, a, a pillanatnak a, az élménye. És hát ilyen még nem volt. Tehát olyan szinten nem volt, hogy például az a tized másodperc az még a gyerekeim születését is viszi. Tehát, hogy akkora bomba, hogy, hogy nem tudom, ezt lehetne venni, akkor venném a boltba. <Siper> <Siper> Sajnos nem adják, csak ennyi munka után. Igen, és ezt mind elvégeztétek. Ez egészen elképesztő. Kristóf, nálad is, ugye nálad is az volt az érdekessége annak, annak az úszásnak az nap, amit mondtál, hogy persze lehetett volna előtte való nap is, meg a következő nap is, de hogy, hogy eljött ott is ugye azért ott a utolsó kör környékén egy olyan pillanat, amikor most már az ezüstérmet kellett megőrizned. Az egyértelmű volt, hogy ugye a német versenyző az új elmert, hogy abból nem lehet arany, ez nem tudom, hogy ez a felismerés, ez ott fájja az embernek, vagy van-e ideje foglalkozni, hogy az arany már nem lesz meg, de még óvhatom az ezüstöt. Hát még az utolsó kör elején ott még, ott még először az jutott eszembe, hogy 2016-ban, ugye mi egy, egy évjárat vagyunk a, a 2016-ban az ifj ugyanígy mentünk rá az utolsó körre, és akkor én nyertem. Ó, hogy ott volt Most, most akkor ugyanezt meg kéne csinálni. De hát a, a, a kör felénél ott, ott egyértelműen benne volt, hogy ezt, ezt nem lehet már, tehát ott már kezdett akkora átrányom lenni, és éreztem, hogy nem tudok uh, már erősebben úszni, tehát úgy meg úgy nem tud elhalni, úgymond, hogy, hogy, hogy én onnan visszajöjjek. És ott, amikor az utolsó egyenesre ráfordultam, akkor pedig azt is láttam, hogy az érem megvan, mert, mert, mert csak a pátrinér jött mögöttem, és látszott hogy tőle viszont mindenki más úgy le van maradva, hogy ott meg már én nem tudok úgy elhalni, hogy, hogy hát ennél a, a bronznál rosszabb legyen. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez az ezüstéren viszont ez, ez élet lesz, mert én nem tudok gyorsabban jönni, ő meg jön vissza rám, és aznap már másodszor érkezett. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy itt, itt bármi van, ezt megpróbálom valahogy úgy megtartani, hogy még kizáni ne zárjanak ki, de még a sárga is belefér, mm -hmm. tehát bármi jöhet, azt, a, amit meg lehet, ezt megpróbálok. És hát uh, nyilván nem, nem voltam unfair, vagy nem mm -hmm. tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem voltam egyáltalán sportszerűtlen, de, de amit meg lehetett uh, csinálni a szabályok keretében, azt mindent bevetettem azért, hogy magam mögött tartsam. Őrület, őrület. Tehát, hogy akkor az élet-halál harc, tehát tényleg egy, egy ezüstérmér folyó csata. Egyértelműen. Egy tehát uh, a végén ő rajta is érződött, hogy benne sem maradt semmi, és, és én se tudtam volna még, még tíz méterrel többet úszni, csak azért, hogy, hogy ez legyen, hanem ott. Ott az utolsó méteren ott, ott minden benne volt, ott már csak arra volt erő, hogy kijöjjek, és aztán valami, ezt valami legyen. Valami legyen, ezt akartam kérdezni, hogy hát teljesen, totálisan, végletesen ki, hogy mondjam, préselitek magatokból az utolsó energiákat is, testben, fejben, lélekben, pszichésen, mindenhogy. Mondtad már korábban ugye, hogy plána 25 km után ilyenkor a lábra állás is <laughs> nehéz. De azért az ember olimpiai ezüstérmes azért csak-csak ki tud kászalodni valahogy a vízből. Hát nem tudom, hogy mennyi időt telt mert szerintem nem érzékeltem ott a, a célbeérkezés után, hogy, hogy, ez mennyi idő is volt, de, de így a videót visszanézve, visszanéztem a versenyünket, ott, ott biztos, hogy egy, egy három-négy perc eltelt, mire, mire mindhárman az érmesek lábra álltunk és kikászálottunk. Tehát volt egy pillanat, ameddig csak így ültünk és, és bámultunk magunk elé, hogy, hogy vége van, bent vagyunk. De, de utána, utána viszont nem tűnt fel az a, az a probléma, hogy nem után fölálltunk utána, utána mintha ezt kellett volna csinálni egészen eddig, csak állni és menni. Csak állni és menni. Egészen a dobogóig, ahol aztán ugye a dobogó második fokára léptek fel. Ez kinek hogy maradt meg a fejében ez a pillanat? Tehát, ahogy mondtad, hogy azt. Nem tudod, pedig szeretnéd újraélni, vennéd a boltban, ha volna ilyesmi. A dobogón ott már az ember azért egy kicsit úgy normalizálódik, tehát ott a biokémiai folyamatok már helyreállnak, és tudja, hogy hol van, tudja, hogy mi történik vele, stb. Hát, mint említettem, én egyébként nem nagyon ragaszkodom ezekhez a Tudom. dolgokhoz. Előtte nyilvánvaló, akik ott voltak a csapatban, és tehát az az eufólia, az már, az már ilyenkor szerintem kimegy az emberből és belőlem kiment. Beszéltem mindenkivel, aki fontos volt számomra, felhívtam őket videokonferencián, tehát igazából ott már megéltük a pillanatot már előtte. Uh -huh. Úgyhogy hát nyilvánvalóan egy fantasztikus érzés felállni a dobogóra, de én úgy gondolom, hogy ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, ez már talán formaság. Uh -huh. Azt, ami... Um, igen, ebben valahol egyetértek, főleg, hogy igazából nem voltak most nézők. Szóval igaz, a dobogózás azért egy élmény, mert ott ünnepel együtt, ott tudsz együtt ünnepelni a szurkolókkal. Jelens. Normális esetben. Normális esetben. COVID És versenyek. ez most nem Aha. volt. Hiába volt a verseny alatt. Hallottuk, hogy szurkolnak, hiszen akik ugye éppen nem versenyeztek, vagy kijöttek más sportágokból, azért ők csinálták a hangulatot, de a dobogózást azért nem várják meg normál esetben a sportolók, meg senki, hanem utána megy mindenki a dolgára, de a szurkolók, ők pedig ott vannak Baramban, egész nap, persze. és hát az hiányzott, tehát üres lelátók előtt fölállni a dobogóra, az, azért, az nem volt egy nagyon nagy élmény. Sőt, nem volt akkor Nekem a dobogózás az, az hogyha az élmény az abszolút a Szegedi Vébék. Tehát az, az olyan, hogy ott, ott talán azt tudom mondani, hogy ott is ilyen hideg más miatt, uh -huh. mint a célba érkezés, de ott azért, amikor 5000 ember üvölt bele a arcodba, azért az ilyen, tényleg ilyen, ilyen koncertélmény. Szóval nem. ott Hát jó, maga az, az egy jó érzés volt, hogy ott megkapok, kapok, megkapom az érvedést, és hogy egy, egyedül még soha nem álltam fel a dobogó Aha. másik fokára, mindig ugye csapatban. De, de igen, az már inkább, meg azért eltelik egy, majdnem egy óra. Aha. Fél Tehát addig óra, az embernek úgy van, tudom, van. Igen, úgy leszik lefelé, és utána meg egy napokra azért megmarad ez a jó érzés, de nem az Főleg azért, hogy ugye nekem nekem még azért volt versenyem. Neked is van valami, ami ehhez ugye nyilván gondolnátok? Bár ott ugye szabadtér volt, ott más volt egy piciket, nem tudom, hogy mennyire jutott elem bármilyen közönség, hang egyáltalán. A közönség egyáltalán nem, ott is tényleg igazából a nyíltvízi csapatok, akik ott tudtak lenni, de de egy megnyugvás végül is volt, amikor a dobogóra főtudomány, de de nem az volt a csúcspontja szerintem a, a, beérkezéstől az eredményenetésig, meg a, 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 faluba való visszamenetelik, hanem, hanem a, azok a pillanatok, amikor a, a másik két dobogóssal a verseny után egymás nyakába borultunk, amikor a, az edzőmmel találkoztam a, a verseny után először, amikor a, az egész csapattal összetalálkoztam, és aztán szerintem a, a, csúcspontja az volt az egésznek, amikor, amikor aztán én nekem valahogy kimaradt a, a verseny utáni negyed órából az eredményedetésig, hogy a, hogy a családommal tudjak beszélni, amikor, a, amikor az interjú közben szóba került, hogy a, hogy a családom nem tudott ott lenni, pedig ö, szerintem ők miután megvolt a világbajnokságon, a volt onnantól kezdve, folyamatosan az volt a szervezés középpontjában, hogy mikor utaznak, hol szállásolják el magukat, hol, merre, meddig, és... Ö, és, és nekem az volt a, az egészben a csúcspont, amikor amikor ez realizálódott bennem, hogy, hogy velük még nem is beszéltem. Uh -huh. Tehát akkor most itt lenne végre az ideje az, hogy bekövetkezzen és velük is meghozd ezt az élményt. Milyen most ez ennek az ezüstnek a birtokában a, a holnap? Ugye azért más-más fázisában vagytok a szakmai pályafutásatoknak nyugodtan mondhatjuk azért nézek rád először, mert, mert, mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból te most már visszafelé tekintesz, ugye erre a pályára, és, és egy olimpiai ezüstéremmel, egy, egy történelmi olimpiai ezüsttám a magyar szempontból. Így van, hát nem rossz érzés. <laughs> nem rossz érzés az, hogy az... Szerethető, ugye ez az ezüst, és ezért vagyunk itt, hogy ezt egy kicsit megértsük és megértessük a közvéleménnyel. Igen, itt igazából szerintem mindig, most elmondom nekem, mi volt a vajon régebben. Tehát a régebben a versenyzéseknél mondjuk elmentem egy világbajnokságra, kitűztem magamnak, hogy első hatba szeretnék lenni, mondjuk lettem negyedik, és akkor húztam a számat, hogy miért nem lett, annyira közel volt a dobogó. Te pedig kitűzted a célodat, elérted, de mégis a van a És ezt az utóbbi két-három évben tanultam meg, hogy igenis, hogyha kitűzödés egy reális eredményt tűzöl ki, sőt, még egy kicsit fölélősz, és azt eléred, akkor, akkor, akkor fog be a szád. Akkor örülj neki. És hát ez nekem egy annó, amikor én ezt kitűztem magamnak, ez egy annyira elérhetetlen álom volt, még talán én se hittem el, amikor ezt így mondtam, hogy egyszer szeretnék ott állni. Nyilván mindenki, aki lát egy ilyen díjkiosztot, arról álmodik, hogy egyszer ott legyen. De hogy tényleg ez a, ez a hosszú út, hogy idáig vezetett, hogy tényleg ez a mondhatjuk, hogy gyerekkori álom igazából valóságá vált, ez igazából, igazából mindent visz. És azokat a sportolókat sajnálom egy kicsit egyébként, hogyha ha belegondolok, hogy akik kitűztek egy álmot, és nagyon közel kerültek hozzá, viszont sose érték el. És akárhányszor próbálkoznak, igazából ez az élet egy makas dolog, mert minél öregebb leszel, minél idősebb leszel, annál, kerül, annál távolabb fogsz ennél kerülni. Úgyhogy van a sportnak egy ilyen sötét oldala is, amit hál' Istennek, hogy mi nem látunk. De aki ezt, ezt nem éri, ezt az álmot, azok, azoknak bizony nagyon sok olyan vitorlás ismerősön van, hogy ránézek, és, és egy kicsit üres az élete. Tehát, hogy nagyon sokat áldozott rá, lehet, hogy újraint, mint te, de egyszerűen nem érte el soha. És azért így nagyon boldog vagyok, hogy én nem ebbe a cipőbe járok. Úgyhogy. Nem tudom, elégedett ember vagyok. Ennél több nem kell. Igen. Abszolút nem. Arra, te aztán gyakorlatilag mondhatnánk, hogy te már annyi pipát tehetnél a pályafutásod mellé minden szempontból, mint kétszeres olimpiai bajnok, egyéni, ezüstérmes, és akkor meg ugye a WBAB aranyakról nem is beszélek. Mi visz még tovább? Um, ez egy jó kérdés. <gül> <gül> um, én, én szeretek sportolni, tehát valószínűleg engem nem feltétlenül már az motivál, hogy egy érmet a nyakamba akasszanak, um, hanem szeretem ezt csinálni, és uh, nem vagyok rákényszerítve, hogy ezt csináljam, mint mondjuk Tiniként, hanem uh, én döntöttem úgy, hogy én ezt szeretném csinálni, és, uh, és ha tudom már jól csinálni, akkor miért ne tehetném? Illetve hát azért egy jól sikerült olimpia után azért elég nagy lendületet kap az ember, főleg, hogyha még érzi magában azért azt, hogy nem idős ahhoz, hogy, hogy ezt csinálja. És ha kellően hosszan kipiheni magát, gondolom. Igen, ugye? igen. Egyébként Rio előtt is, ugye, vagy hát rio vagy után, vagy nem tudom, mindenki kérdezte, hogy ja, és akkor hogyan tovább, és mondtam, hogy nem tudom, pihenek, de ott, ott, ott se tudtam még, hogy mit szeretnék. Leül, leüllepszik és akkor utána, utána eldöntöd, hogy, hogy itt már azért nem, nem feltétlenül az elszedre kell hallgatni, mint annó, amikor mondjuk még nincs úgy um, egy igazán kézzel fogható eredmény mögötted, de akkor azért ott beleszól az is, hogy fú, de már nagyon sokat beletettél, akkor, akkor még menjünk tovább, hiszen még nincs meg, és, és majd kifizetődik. Nekem már szerencsére nem ez van, hanem én, én tudok, úgymond tehermentesen én ezt a hátizsákot már letettem, és, és amíg van kedvem, és szeretem, addig csinálom, amikor már amikor már tényleg nagyobb teher, mint ami, <laughs> akkor, akkor már nem fogom. Kristóf, <laughs> hm. nálad van bármilyen hátizsák, amit még kell cipelni, vagy te is már már mindent letettél igazából, Szint. vagy Úgy, nem is volt? nincsen nincs hátizsák, meg nem is volt igazából, mert... Rajtam nem volt különösebben semmi elvárás, hogy én ezt csináljam. Ezt, ezt mindig is magamért és a magam kedvéből csináltam. És, és nagyjából... Maga is viccével együtt, amit beleiktattál a pályafutásodban mind Mindennel együtt, és és, és, és és igazából mondhatni sikerült is mindent elém, de, de szerencsére még, még mindig tudok olyan célokat kitűzni, amiről a, amiről a Zsombor is beszélt, hogy talán így egy kicsit a, a reális talajon maradva, de egy picit még fölé, lőni, ami még azért nem teljesen ir irreális. Ilyen célokat még mindig tudok találni, úgyhogy, úgyhogy, így nekem, nekem meg aztán még inkább könnyű tovább menni. Szóval van, bőven van motiváció. Úgyhogy van, akkor teljesen. Lehet szeretni ezt az olimpiai ezüstöt, kimondhatjuk? Ki? Lehet. Nagyon. Egyértelműen. Nagyon. Hát nekem, ha egy negyed lenne belőle, akkor nagyon boldog lennék nektek, viszont van minden, mindennyiatoknak egy-egy szívből gratulálok hozzá, és nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok mindezt, mert azt hiszem, hogy nekünk is egy kicsit csavarnunk kell ezen a szemléleten, mert egy olimpiai érzésben pont ugyanannyi munka van talán, mint egy aranyéremben, és sok esetben, mint kiderült, személy szerint nektek legalább olyan értékes. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm szépen, ez volt a Csiszkus Podcast mostani epizódja. Ennek a beszélgetésnek a hosszabb verzióját megnézhetik a Csiszkusen a YouTube csatornán további kulisszatitkokért, érdemes, és bízom benne, hogy ott is feliratkoznak, és csatlakoznak majd a további műsorokhoz is. Köszönöm a figyelmet, viszlát! A Csisztos Sportcast producere és műsorvezetője Csiszto Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Sheriti és a Primus Labor, valamint a Mandiner.hu támogatását. Köszönjük a ruhákat a Guess az ékszereket a Zema Porcelán Ékszerháznak. Köszönjük a szemüvegeket a optikahu nak a műsor helyszínét a Cosmo Hotel biztosította. A Cosmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World szálloda csoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője. A több mint száz évre visszanyúló kivételes történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás Ferenc stadiontól és a Pap László sportarénától mindössze 10 perc autó távolságra. Sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61-tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, még az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az ötcsillagos szállodák szolgáltatásait felülmúlva. Egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüzsgőváros zajától. Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner a polgári karakter.